Előre mentünk, és a sivatagba, a kis homokfutóval az adrenalint azt felpumpáltuk. Azután meg csúszkáltunk a homokdünéken, csináltunk rengeteg fotót, utána pedig elmentünk egy kis piszkót kóstolni, ugye? Ami nagyon érdekes volt. Bele tudtunk még jobban mérni az itteni kultúrába, azt, hogy ők mit isznak, mit szeretnek, amire ők büszkék. És utána pedig megebédeltünk. Nem, előre ebédelt. Na mindegy, egy kicsit a sorrendet felcseréltem. Utána pedig ettünk egy jót, egy nagyon érdekes helyen, utána pedig egy 4 órás útból csináltunk 3 órát, ami nagyon jó volt, kényelmesen utaztunk, jó volt a társaság, biztonságban éreztem végig magam, úgyhogy ennyi. Szállás jó volt, minden ellátás. Rendben volt, ellátás, most egy új reggel, egy új nap. És most ugye megyünk a NASCA vonalakhoz. Igen. Úgyhogy a repülés előtt mennyire izgulsz a repülés miatt? Kicsit izgulok, de inkább az élmény miatt. Még repültem ilyen kis repülővel, ilyen kétszemélyessel, úgyhogy az élmény inkább az. Nem izgulás, hanem ilyen excited. Várakozás. Igen, aha, ilyen izgatott. Igen. Jó van, köszönöm szépen. Nagyon akkor. Szépen.